Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, kiemelten a hölgynézőket, boldog nőnapot kívánok férfi kollégáim nevében is. A mai adásban vendégünk lesz Kácsor Ignác Gabriella, hogy a Sóstói Múzeum faluba invitálja önöket, Szép Tibor pedig a Madártani Egyesület munkájáról mesél majd. Először azonban, ha már nőnap, következzen maga Don Juan. Jaj, leesett a zsebkendőm. Bocsásson meg. Talán ez az. Köszönöm, uram. Milyen figyelmes. Szalamankában ritkán találkozni ilyen udvarias úriemberrel. Túloz. Nem önt láttam tegnap a Szent Péter templomban? De, ott voltam. Bevallom, el is veszítettem a nyugalmamat. Tényleg? Miért? Mert megálltam egy. Alig, ha vagyok én olyan nyugtalanító. Hogy tudtál ennyire gyorsan fölkészülni erre a szerepre? Hogy kihasználtam a napnak a 24 óráját. Igen, minimális alvás. Sok szövegtanulás. Igen, mennyi. Ez a titka. És hogyan fogadtad, amikor azt mondták, hogy csináld meg? Hát elég sok mindent kellett átgondolni közben. Ugye a hétköznapjainkat, azt, hogy mindezt hogy fogjuk megoldani. Hogy Anita mennyire fog, a feleségem mennyire fog tudni segíteni abban, hogy ez működjön, mert a kislányunk életében azért én is elég komolyan részt veszek, tehát az óvodába indulás, a többi összekészülés, egyéb tevékenységek, hogy ne. Úgyhogy minden számba véve, és előzetes egyeztetésekkel más helyeken, ahol már lefoglalt időpontjaim voltak, fellépések, egyébként mindent vissza kellett mondani, mert ugye ez így felülírta az embernek a hétköznapjait tökéletesen. Apám! Egyike volt. Sevilla a leggazdagabb és legtekintélyesebb nemeseinek. Sokáig nem volt örököse, végül leírhatatlan örömére fia született. Én. Anyám hibuzgó volt. Azt akarta, hogy a fia is az legyen. Esténként a Szentírás szövegével altatott. Ima szobájában volt egy festmény, ami a purgatóriumbeli szenvedéseket ábrázolta. Ezen a legváltozatosabb kínzások szerepeltek. Főként az egyik figuráról nem tudtam levenni a szemem. Ezt az alakot a bordái közé akasztott vaskampók tartották izzó parázs fölött, és egy kígyó marta a beleit. Iszonyatos volt. Mindenki talál magában Don Juant, így vagy úgy. Hát ez tulajdonképpen szerintem minden létező férfi személyiséget egybefoglal. Mennyire áll közel hozzád ez a szerep? Érdekes módon én sosem tartottam magam Don Juannak, vagy közel sem, de aztán ahogy az anyagot elkezdtem forgatni, rájöttem, hogy ez ennél egy picit összetettebb, mint hogy valaki egyszerűen csak szép és imádják a nők. Úgyhogy közben annyiféle találkozásom volt a Don Juannal, hogy könnyen át tudtam utána már engedni. Neked mit üzen az előadás ma, 2024-ben? Hát, hogy hinni kell. És nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. És ehhez méltóan kell élnünk az életünket. Nagyon nehéz ez a Molière-i szöveg, vagy mennyire lett mai az előadásban? A szöveg egyáltalán nem lett mai az előadásban. És nem is csak Molière-ről beszélünk, bár ez azt hiszem, hogy így lett közölve, hogy Molière, de hát ebben ugye nagyon sok minden van Puskintól kezdve, mert még Sedjánszkin úra hozzáírt a dologhoz, Horváth Illés is hozzáírt, tehát ebben ez nem pusztán Molière. Azt éreztem, hogy ez az anyajegy a világ legbájosabb tüneménye, hogy olyan, mint az ibolya vagy a szellőrúzsa. Miért? Nem az? Talán túl sokat néztem, de most már nem látom se Ibolyának, se Szellő Józsának. Azért, mert csak egy folt. Igen. Egy nagy fekete folt. És ma még nagyobbnak találtam, mint korábban. Olyan a formája, mint egy kövér patkány. Most már egy dolog. Kinek kell ilyen szerető? Hogy őszinte legyek, néha nekem is nagy kedvem lenne pokolba küldeni az én hercegnőmet. Halálragnom magam. Nincs érzed. Rettenetesen nehéz szöveg. Tehát, hogy a szövegtanulás az,
Azért is mondtam, hogy a 24 órát vette igénybe, mert annyira nehezen volt befogadható maga a fogalmazás, meg az összeállítása a monológoknak, a textusnak, hogy ahhoz nagyon sok energiát kellett befektetni, hogy ez valamelyest megragadjon. Most, hogy Nagy Idai Gergő Don Juanként összetörte a női nézők szívét, virágokkal gyógyulunk, de nem kizárt, hogy ebben is feltűnik majd a Sármos színművész. Színes pompában tündökölnek a nőnapi meglepetések a virágboltok polcain, várva, hogy mosolyt csaljanak a hölgyek arcára. A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartanak. Manapság már inkább egy kedves gesztus a férfiak részéről, hogy ezen a napon virággal ajándékozzák meg szeretteiket. Bár a virágok mindegyikének van szimbolikus üzenete, megvannak a nőnap best of virágai. A legkedvesebb virág szerintem a tulipán, az mellett a bográrkát is, nagyon szeretik az emberek, a klasszikus játszintot is, úgyhogy meg mindenkinek más az elképzelése erről, hogy mit szeretne vinni a nőknek. Ha az ember virágot ad vagy kap, nem árt tudni a virágok jelentését, hiszen lehet, hogy titkos üzenetet rejt. Ha pedig nem ismerjük ezeket, könnyen kerülhetünk kínos helyzetbe. Míg a tulipán az ellenállhatatlan szerelem szimbóluma, a jácint a sportosságot, játékosságot jelképezi. A boglárka pedig a ragyogás és az elbűvölő személyiség szimbóluma, sőt, a gyermekiség kifejezője is. Bár a virágajándékozás szabályai egyértelműen kimondják, cserepes virágot kizárólag családtagnak vagy közeli barátnak illik ajándékozni, ma már egyre kevésbé ragaszkodnak a férfiak ezekhez a szokásokhoz. Inkább a cserepes virág, de a vágottból is, mondom, a tulipán az szokták, ugye felkapják az emberek, össze van kötve, meg van csinálva, esztétikus, és át tudják adni. Van-e arra valamilyen szabály, hogy hány éves kortól illik ajándékozni? Nincs ilyen. Egy kisfiú is bejött, hogy az anyukájának szeretne egy virágcsokrot reggel, tehát, hogy, és akkor, hogy 7 órára, hogy kinyitunk-e, nyitva leszünk, tehát akkor nagyon cuki volt. Gyakran, amikor a vásárlók bejönnek, a rózsát kérnek, azt gondolják, hogy ez a rózsa túl van nyílva, de igazából ez nem igaz, ez egy ekvádori rózsa, dúszírom állománya van, és mindegyik rózsának teljesen más a nyílása. Jaj, leesett a zsebkendőm. Bocsásson meg. Talán ez az. Köszönöm, uram. Hogy hogyan készül a nőnapra egy igazi Don Juan, arról Nagy Idei Gergő színművészt kérdeztük. Amikor tudom, hogy közeleg valamilyen alkalom, akkor már hetekig járom a várost, hogy valami különlegeset találjak ki, de úgyis csak egy szálvirág lesz belőle. De ez nem feltétlenül igaz. Anitának van egy, a feleségemnek van egy kívánsága. Igen, amit még nem tudom, hogy fogok elintézni, és miképpen fogok hozzájutni, de ez olyan, mint ez a karácsonyi film, a Hullapelyhes, amikor az Arnold Schwarzenegger a gyerekének akar vásárolni valami szuperhős babát, és akkor az életét kockáztatja, hogy meglegyen. Ilyenkor természetesen tőlem is ez az elvárás, úgyhogy mindent megteszek. A nőnap jelentőségéről pedig a Kölcsei Televízió rangidős Don Juanjának is megvan a véleménye. A nőnap egy nap a 365-ből, amikor egy picit több figyelem hárul a hölgyekre, és több tiszteletet kapnak, bár hozzáteszem, a maradék 364-en is megérdemelnék ugyanez, de hát ez így alakult. Az első találkozás egy nővel ugye az életünk első pillanata, hiszen egy nő által jövünk a világra. Aztán, ahogy idősödünk, felnövünk, egyre több hölgyel találkozunk. Már, ha jól emlékszem, az óvodában vittünk nőnapon virágot a lányoknak, hiszen ez egy olyan kialakult szokás, amit nagyon régóta tartanak. Aztán, hogy telik az idő, lesznek majd a férfiaknak lány barátaik, lány szerelmeik,
nő lesz a felesége, aztán születhetnek lányai, tehát minden nap is a találkozás a hölgyekkel, és tényleg ez a március 8-a úgy alakult, hogy még az is szokott egy virágot vagy édességet vinni a női barátnőjének, feleségének, gyermekének, ismerősének, aki amúgy nem nagyon. Hozzáteszem, az elmúlt években, évtizedekben ennek a szokásnak is megváltozott egy picit a kultúrája, de azt tapasztalatom, hogy még mindig élő, hiszen adni jó, kapni jó, úgyhogy szerintem mindenki boldog, amikor március 8-án mondjuk az asztalán talál egy hóvirágot, vagy talál egy kocka csokoládét. Én is így fogok tenni, amikor ez a beszélgetés készül, még nem értem haza március 8-án, de mivel van egy csodálatos feleségem, van egy csodálatos lányom, van egy csodálatos menyem, mind a hárman kapnak majd valami apróságot, hogy lássák azt, hogy szeretem őket, és ezen napon is rájuk gondolok egy picit hatványozottabban, mint máskor. Ha a nőnapra kapott virágokban pedig szeretnénk tovább gyönyörködni, érdemes erre a pár apróságra odafigyelni. Amikor vázába kerül, előtte mindenféleképpen vissza kell vágni a növényeknek a szárát, mert mikor kikerül a boltból, beszárad a szárvég, és ugye nem tudja felszívni a vizet a virág. Azt hallottam, hogy itt a jácintnál sem kell megijedni, hogyha elhervad, vagy úgy tűnik, mintha elhervadna. Erről tudsz mesélni egy kicsit? Hát ugye a játszint, hogyha cserepes változat, akkor ha elhervad, összesárgul, visszasárgul, és akkor ugye ki lehet ültetni. Tehát visszavágjuk, és ugyanúgy lehet, hogyha még most tavasztal elültetjük, még fog virágozni. Kedves nézőink, akár a virág, mint a motívum is belekerülhet egy dokumentum vagy játékfilmbe, amelyel akár a Máté Szalkai Filmfesztiválra is jelentkezhetnek március 15-től. Az idei esemény mottója: vissza a gyökerekhez. Szeptember 19-től 3 napig újra filmlázban ég majd Máté Szalka. Az elmúlt évek sikerei után immár 3. alkalommal rendeznek újra nagyszabású nemzetközi filmfesztivált Hollywood bölcsőjében. Az eseményt a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Film Stúdió és Máté Szalka önkormányzata közösen szervezi meg. A fesztivál helyszíne idén is az Adolf Cukor Filmszínház lesz. A tematika azonban ezúttal nem a névadó köré, hanem elsősorban Tony Curtisre épül. Vissza a gyökerekhez, ez lesz a mottója a filmfesztiválnak, nemzetközi filmfesztivál lesz, szeptember 19 és 21 között. Egy a filmvilágban ismert és profi szervező oldalon, hogy így mondjam, a Film Freeway-en fogjuk megkérdetni ezt a fesztivált, tehát a világ bármelyik pontján hozzáférnek az érdeklődők. 3 kategóriában fogjuk ezt a fesztivált megszervezni: játékfilm, dokumentumfilm, illetve rövidfilm. Korosztályi meghatározás nélkül, nemzetiségi meghatározás nélkül bárki jelentkezhet. Csupán az az egy kritériuma van, hogy tegyen eleget a Film Freeway feltételeinek, illetve ez a vissza a gyökerekhez tematika valahol visszaköszönjön. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere a filmfesztivált beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, nagy büszkeség a helyiek számára, hogy ez már Zsinórban a 3. nemzetközi esemény, amely ráadásul egyre nagyobb visszhangot kap. Mint mondta, a fesztivál felpesdítette a város kulturális életét. Ez az időszak, az elmúlt időszak nem csak az önkormányzatnak, egyébként az embereknek is nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen koronavírus járvány volt ugye 2020-tól, aztán kitört az orosz-ukrán háború, az energiaválság kitört. Én büszke vagyok arra, hogy Máté Szalka városa olyan erős kulturális szempontból, hogy igaz, hogy nagyon-nagyon sok segítővel, akik nélkülözhetetlenek a sikeres szervezéshez, képesek vagyunk ezekben a nehezebb időkben is a filmfesztivál színvonalát a megfelelő szinten tartani, és egy olyan rendezvényt együtt megcsinálni, amire nem csak országos hírű kulturális szakemberek érkeznek, filmes szakemberek érkeznek, hanem a nemzetközi filmes világból is megtisztelnek bennünket.
Fekszi Márta, az Origo Film Stúdió vezérigazgatója elmondta, az elszármazott hírességeknek köszönhetően Máté Szalka jelentősége megkerülhetetlen a filmiparban. Ezt most újabb elemmel tették egyértelművé. Köztudomású, hogy nálunk van egy tábla, azokról a színészekről, vagy azokról a szakemberekről, akik magyar származásúak és Oscar-díjat nyertek el, hogy van egy csillagösvényünk, ahogy ugyanúgy, ahogy a Hollywood Boulevardon, Los Angelesben, hogy van a kis múzeumaink is. Az újabb terjeszkedés ezen a területen, hogy itt az úgynevezett hát múzeumi folyosón egy nagy falon egy Magyarország térkép lett felfestve, és ezenben a térképen belül mindazok a települések egy csillaggal, egy hollywoodi csillaggal feltüntetve, ahonnan annak idején kivándoroltak a Hollywoodba az elődjeink. Természetesen a térkép nem zárja le ezt a kivándorlást, hiszen látszódik Felvidékről, Kárpátaljáról, Romániából, illetve Vajdaságból, tehát Szerbiából kivándoroltaknak a települései is. Köztudomású és néhány évvel ezelőtt, mikor elkezdtük az együttműködést Máté Szalka önkormányzatával, hogy Máté Szalka azt a nevet kapta, hogy a Hollywood bölcsője. Hiszen ebből a térségből és központilag Máté Szalkáról ment ki a legtöbb filmes szakember. A sajtótájékoztatón bejelentették, az őszi eseményen jelen lesz, és a zsűri tiszteletbeli elnöki pozícióját tölti be Tony Curtis özvegye, Jill Curtis. A zsűri teljes összetételét a következő hetekben jelentik be, a jelentkezéseket pedig március 15-től fogadják a filmfesztivál szervezői. Turi Sándor 48 évig tanított egy kis szabolcsi településen, Paszabon. Róla jelent meg tavaly egy könyv, melynek szerzője unokája Turi Gábor, aki vendégünk itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több mint egy évig dolgozott ezen a könyvön, és most már a nagy közönség számára is, ha mondhatom azt, fogyaszthatóvá vált, olvashatóvá, hiszen meg volt az első bemutató. Milyen volt a fogadtatás? Nagyon örülök, hogy az első bemutatót Paszabon tarthattuk, ugye az ő falujában. Jól lett, Nagykállóban született, és ott is soron következik majd egy hasonló könyvbemutató, illetve Nyíregyházán a megyei könyvtárban. Pontosan annyian voltak a teremben, ahány széket kihelyeztek, tehát dicséret illeti a polgármester urat, hogy ki tudta számítani. 60-an jöttek el, elsősorban természetesen hölgyek. Paszabról is, a szomszéd településekről, sőt, hát jelen volt az országgyűlési képviselő, a megyei közülés alelnöke, tehát igazán mondhatnám, hogy kellő figyelem övezte, és hát azért is örülök ennek a lehetőségnek, mert ez a könyv persze nagyapámról szól, az ő írásaiból válogattam, szerkesztettem, illetve a róla szóló megjelent újságcikkekből, dokumentumokból, visszaemlékezésekből, de valójában által a Paszabról is, hiszen ő pedagógusként, néprajzi gyűjtőként elsősorban Paszabról merítette az anyagait, rendkívül sok szemléletes történetet, pedagógiai gondolkodást, mondatot foglal magába ez a könyv, azon kívül, hogy a paszabi élet, elsősorban a paszabi gondolkodásmód, a népi gondolkodásmód jellegzetes megnyilvánulásait próbáltam úgy kötetbe gyűjteni, hogy ez a mai olvasó közönség számára is érdekes, élvezetes lehessen, és talán azt hozzá kell tennem, hogy arra törekedtem, hogy bár a hely Paszab, de az abban foglalt gondolatok, meglátások, megfigyelések azok egyetemes érvényűek. Tehát így aztán örülök annak is, hogy budapesti kiadó, a gondolat kiadó jelentette meg, ami azt jelenti, hogy országos terjesztésre kerül. Ugye az ön nagyapja Paszabon néptanító volt, de én azt gondolom, hogy bátran állíthatjuk, hogy egy polihisztor is, hiszen nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, és többek között ugye ennek is köszönhető az, hogy ő egy nagyon elismert tagja volt itt a településnek vagy a megyének, meg talán annak is, hogy azért akkor tájt még a tanítók valóban nagy tiszteletnek örventek. Mik voltak azok a dolgok, vagy az a terület, ami mondjuk az ön számára is meglepő, hogy ezzel is tudott foglalkozni a nagypapa?
Hát nekem ugye ez egy családi kötelezettség volt, mert én sok mindennel foglalkoztam életem során. Újságőr is voltam, diplomata is voltam, zenéről írók, elsőben jazzzenével foglalkozom, mint szakíró. Úgyhogy nagyon érdekes váltás volt nekem visszamenni a 40-es, 50-es évek falusi világába, ami egyébként nem volt ismeretlen számomra, hiszen magam is ott nevelkedtem. Tehát rengeteg olyan élmény, hely, név kötődik ez a településhez, amihez nekem is közön volt. Tehát azt mondhatnám, hogy személyes kapcsolatom van ezzel a világgal, még akkor is, hogyha ez elmúlt azóta. Hát ő egyébként, hogy is mondjam, a kényszer hozta, hogy ő nagyon sok mindent fölvállalt a falu életéből, hiszen ugye, ha kellett, megtanult az orvoslás bizonyos módozatait, ügyeket intézett, segített a falu lakóinak különböző ügyes-bajos dolgaikban, gyűjtött, ásatásokat is folytatott. Tehát tulajdonképpen ő belemélyedt, belemerült a falusi élet mindennapjaiba, nagyon szerette az embereket, kíváncsi volt az emberekre, mint pedagógus és mint néprajzi gyűjtő, úgyhogy ez a kapcsolat, ez a bensőséges kapcsolat, ami kialakult közte és a falu népek között, ezt tette lehetővé, hogy ők maguk közé valónak tekintették, és megnyíltak előtte. Tehát olyanokat is elmondtak neki az életükről, a régmúlt világról, amit ugye felmenőiktől hagyományozódott rájuk, azt örökölték, és ezt ő elé tárták, és ő ezt ugye dokumentumokban, feljegyzésekben foglalta össze. Ezeknek egy része a Néprajzi Múzeumban került, hiszen az 50-es években ő ösztöndíjat kapott a múzeumtól, másik része a Sárospataki nagykönyvtárba, és végül is a családnál. Én ebből a nálunk maradt példányokból válogattam össze az anyagot, amelyben vannak ugye hát pedagógiai gondolatok, népismereti megfigyelések, elmélkedések és nagyon sok néprajzi gyűjtés. Talán kevesen tudják, hogy a mára már ugye a megyei értéktárba bekerülő paszabi szőttes, illetve hungarikum paszabi szőttes is tulajdonképpen, hát nem azt mondom, hogy az ő nevéhez kötődik, de maga ezeknek az értékeknek az összegyűjtése, illetve az asszonyok számára egy ilyen szövő műhely létrehozása is az ő gondolata volt. Közben az jutott eszembe, hogyha valakinek a felmenői ilyen értékeket teremtenek, azért az egy nagyon nagy áldás, de ugyanakkor nyilvánvalóan egy ilyen nagy teher is, hogy ki lehet-e nőni egy ilyen különleges ember árnyékából, vagy kell-e egyáltalán? Hát ugye a szőttes mozgalmat tulajdonképpen az ő kezdeményezésére nagynéném indított el Margit lánya. Elsőleges célja az volt, hogy munkaalkalmat teremtsenek az asszonyoknak. Tehát ő járta a környéket, összegyűjtötte a mintákat, mármint nagynéném, és ebből alkotott új mintasorokat, amiket aztán az asszonyok szőttessé formáltak, és ez kinőtte magát, és valóban például az 1958-as brüsszeli világkiállításon Paszab képviselte Magyarországot a népművészeti ágazatban. Hát nagyapám 59-ben halt meg, én akkor 7,5 éves voltam, tehát nagyon jól emlékszem az előtti időkre, hát nyilván nem 2 éves koromról, hanem mondjuk 5-6 éves koromról. Nagyon szerettük őt, ő is nagyon szeretett bennünket, ketten éltünk ott a húgommal Paszabon. Az nagyon jó érzés volt, mindig ott volt a családi legendáriumban az ő alakja. Tehát ugye az iskola, ahova én is jártam általánosban, a tanterem, ahol ugye az ő tárlóit lehetett látni benne az eszközökkel, a falusi élet eszközeivel, az ásatásoknak az eredményeivel. Tehát önképpen, mint szemléltető eszközök, egy egészen tágvilágot nyitottak meg előttünk. Hát aztán én elkerültem Paszabról, középiskolába, Sárospatakra, egyetemre, Debrecenbe, végig ott telepettem le, úgyhogy, de mindig ott éreztem mögötte, és ez nagyon jó érzés volt, hogy az ember családjában van valaki, akire föl lehet nézni, aki jelentős teljesítményt hozott létre, és akit országosan ismertek emiatt, úgyhogy talán hamarabb kellett volna hozzákezdenem ehhez a feldolgozáshoz, de hát nem is tudom. A magam ügyeivel voltam elfoglalva, hát aztán nyugdíjban mentem, és azt gondoltam, hogy most már elkerülhetetlen, és nagyon örülök, hogy ez így megtörtént, mert elsősorban neki akartam emléket állítani, az ő sokszínűségének, a életvidámságának, a sokoldalú tevékenységének. Hát köszönjük szépen, és gratulálunk a kötethez, és bízunk benne, hogy nagyon sok olvasóban hasonló szép érzéseket, élményeket, vagy az ősökkel kapcsolatos szép emlékeket idéz majd. Köszönjük még egyszer, hogy itt jött. Köszönöm szépen. Lassan a Weekend első részének végéhez értünk, de annyi időnk még marad, hogy a figyelmükbe ajánljunk néhány programot. Március 9-én a Rozsályi Művelődési Házban hallgathatják meg az érdeklődők a Three Roses Trio koncertjét.
Az argentin tangó legszebb és legkedveltebb műveit lehet majd meghallgatni a 2023. januárjában alakult Hölgy Trió előadásában. Tavaszi csillagvirág számlálásra invitálja a természetbarátokat az Emisszió Egyesület március 10-én, immár 22. alkalommal. A virágok megcsodálása és pontos megszámlálása mellett a környéken a szemetet is összeszedik a résztvevők. A Házhoz megy a zene, de interaktív, könnyű zenei, ismeretterjesztő koncert és hangszer simogató azzal a céllal jött létre, hogy a 20. század könnyű zenéjének fejlődését mutassa be a blues, swing, beat, soul, rock és pop zenei stílusok érintésével. A turné következő ingyenes állomása március 11-én Szakolyban lesz. Csonka Kontya, Messzelt fala címmel nyílik kiállítás Vásáros Naményban a Beregi Múzeumban március 12-én. A népi építészet fotóit bemutató gyűjteményt Pál István etnográfus nyitja majd meg. A kótai világháborús emlékmű felavatásának 100., valamint az első világháború kirobbanásának 110. évfordulója alkalmában mutatják be Holmár Zoltán kötetét, amely családfakutatók, valamint hely és hadtörténet iránt érdeklődők számára is izgalmas olvasmány lehet. Március 16-án a kótai faluházba várják az érdeklődőket. Március 23-án szombaton családi napot szervez a Nyír Diabet Egyesület. A szülőket szakmai előadások várják, a gyerekeket pedig segítő kutyás bemutató, agyagozás, kreatív foglalkozás, társasjáték, valamint ásványékszer workshop szórakoztatja majd. Hangszert a kézben Nyíregyháza, március 25-én várják az érdeklődő óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteket a Vikel Sándor Zeneiskola alapfokú művészeti iskolába. Hétfőtől szerdáig ingyenesen látogatható a zenei játszótér, vagyis a hangszerkiállítás, 18 rendhagyó énekóra és több koncert jellegű előadás. Jelenleg a világban rengeteg stressz hatás és bizonytalanság ér bennünket. Március 30-án bevezetés a tudatosságba címmel tart ingyenes előadást meditációval egybekötve Bakó Marianna az Eperjes utcán. A Labor Caféban immár 7. alkalommal szól majd 24 órán át minden a magyar költészetről. Április 11-én 0 órától éjfélig várják szeretettel azokat, akik szeretnék saját versüket, saját kedvencüket előadni, felolvasni, eldalolni, eljátszani, online vagy offline. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, következik a híradó, aztán folytatjuk a víkendet, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vármegyei tevékenységével, és a Múzeumfalu programjáról is szó lesz majd, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a víkend nézőit! Holnap, azaz március 9-én a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a megyében működő helyi csoportokkal ünnepi ülést rendez a Nyíregyházi Egyetemen. Következik néhány hangulatos felvétel az egyesülettől, utána pedig Szép Tiborral beszélgetünk. A Magyar Madártani Egyesület, és elnézve ezeket a képeket, a gyönyörű képeket egyébként a madarakról, azon gondolkodtam, hogy nem is gondoltam, hogy ennyi jelzőt lehet a
madarakkal kapcsolatban előszedni, de elképzelhető, hogy ettől még sokkal többet, minden esetre lehet, hogy a film készítésében a madárbarátoknak azért nagyon jelentős része volt, és gondolkodtak ezen a jelzőkön, szóval nem unatkoztak, ez szinte biztos, de talán Szép Tibor is meg tudja erősíteni ezt a gondolatot. Jó estét, szia! Jó estét kívánok, természetesen a madarak egy csodálatos élőnek, ugyanúgy komikának, míg látványa, a hanggal is közel állnak hozzánk, és nem véletlenül, hogy ennyi jelzővel illetjük őket. Szóval gyönyörűek, és most már éppen amikor megérkeztél a stúdióba, akkor mondtam, hogy hát azért csak itt van a tavasz, mert most már elvétve bár, de azért lehet hallani a madarakat énekelni is. Hát igen, ez már tavasznak a kellős közepén vagyunk. Kicsit korai, mint szokott lenni, de ilyenkor minden természet szerető embernek a madarászatnak is egy új élet kezdődik, hisz a tél komossága után jönnek a madarak először a mediterrán térségbe, aztán Afrikából, ez egy fantasztikus időszaka az évnek. Akkor arról már be tudsz számolni, hogy jó időben érkeznek is a madarak. Kik azok, akik már visszatértek? Visszajöttek már a énekessígók, például a örvös galambok, már fekete gólyát is láttak, illetve néhányan már a fehér gólyával is találkoznak, de igazán a boom az most fog a következő hetekben jönni. Aki szereti a madarakat, ismeri, ez a legizgalmasabb időszak, mert ilyenkor napra-napra ugye súlyabb fajok jelennek meg is, ilyenkor a madarak rendkívül aktívak, ugye párválasztás van, területfoglalás, jóval többet mutatnak magukból, mint általában. Ha már itt a születésnapról volt szó, ugye 50 éves a Magyar Madártani Egyesület, az 50 év alatt nagyot változott a madárpopuláció Magyarországon? Igen, sokat, azért vagyok kicsit óvatos, mert egyre több madárfajt találnak Magyarországon, mert benne van az is, hogy nagyon megnőtt a madarakat, szeretők madarakat, ismerőknek a száma, egyre jobb optikák, fényképezőgép állnak rendelkezésre, kézikönyvek, és a nagyon ritka fajokat is meglátják az emberek. Ugyanakkor a gyakori madarainknak a száma nagyon nagy mértékben csökken, főként az agrárterületeken. Tehát és a klímaváltozásnak is már az első áldozatait látjuk a madaraknál, a vonuló madaraknál, akik nagyon nehezen reagálnak erre a nagyon gyorsan változó időjárásra. Ugye vannak olyan emberek, akik nem csak hogy szeretik, vagy szívesen nézik a madarakat, de például akár a ti tevékenységeteket is segítik, önkéntesként, vagy támogatóként. Ez például az elmúlt 50 év alatt hogyan alakult ez a tendencia? Hát szerencsére egyre több ember kapcsolódik be. A Madártani Egyesületnek egy nagyon fontos szerepe volt, 1974-ben alakult meg, akkor még egy kis szűk társaság volt, de egyre többen fiatalok kapcsoltak be. Ma több mint 10 000 tagja van, és több mint 20 000 támogatója, akik adományokkal önkéntesként segítik a munkáját, és ez nagyon fontos a hazai természetvédelem számára is. Információk, adatokkal, veszélyeztetett fajoknak a védelmével segítenek, odukat telepítenek, tehát ez egy nagyon nagy lehetősége a természetvédelemnek, és az 50 év, amit a Madártani Egyesület felmutott, ez minden tekintetben sokat adott hozzá, és fontos az, hogy generációk nőttek fel, akik ma már a természetvédelemben dolgoznak, hazánk legfontosabb ökológiai kutatói, és madarászként kezdte az életét, tehát egy nem csak az adatok, hanem a társadalomnak a egyre jobb fejlődését is segítette ennek a szervezetek a munkája. Azt gondolom, hogy mi nyíregyháziak is büszkék lehetünk, ugye, hiszen itt az erdei iskolában rengeteg fiatal ismerkedik a madarakkal, akár a madárgyűrűzéssel, és tényleg a Nyíregyháza és környéki erdőkben azért figyelik az eseményeket. Aki esetleg mondjuk most került az életének abba a szakaszába, hogy kisgyereke van, vagy egy picit mondjuk nyugdíjba vonult és jobban ráér, milyen események vannak, amiben akár teljes, mindenféle egyéb korábbi információ nélkül is be lehet csatlakozni. Azt tudom, Jasa, hogy jöjjön el most szombaton a Nyíregyháza Egyetemre, ahol 10 óra is 14 óra között tartjuk meg a megyei ünnepségét ennek az MME 50 évnek, és 9 előadásban fogjuk bemutatni, hogy ebben a megyében milyen tevékenységek folynak. Tehát aki érdeklődik, szeretne belepillantani, hogy madarászok mivel foglalkoznak, hová lehet becsatlakozni, ez egy kiváló lehetőség. Nagyon gyönyörű videókat, fotókat és előadásokat láthatnak. És a szerencsére már a technológia is segít, mert olyan applikációk vannak a telefonon, madárhangokat lehet megismerni, meg is mondja, milyen madarat hallunk, tehát akár önállóan is lehet megismerni ezt a csodálatos világot. Igen, tehát kb. Ez olyan, mint amikor az ember nézi, hogy milyen repülőgép megy fölöttünk, ugyanezt az erdőben megteheti. Igen, ma már a mesterséges intelligencia nem csak butaságot, hanem nagyon hasznos dolgokat produkál, tehát megismeri a hangját, hogy milyen madarat hallunk, ami a madaraknál egy legnehezebb feladat, és ezt segíti, azt ismeri, és a képeket, fantasztikus dolgokat tudunk megtenni. Tehát szeretettel várunk mindenkit, nyilvánvaló, hogy nekünk is a szezon most kezdődik, hogy a madarak jönnek vissza, lesz majd a Tokaji parti fecske hajózásunkon egy hajóúttal, tudják megismerni az emberek azokat a rejtett helyeket, ahol a parti fecske, a Tiszai állomány van, lesz
fülemlék éjszakája, majd április végén a Sóstóerdőben fülemlőket és más madarak hangját hallgatjuk meg, madarak és fák napja szintén a botanikus kertben, tehát a következő hetekben egyre több programunk lesz, ahol a kisgyerekkel, családostól, vagy akár a romantikát, vagy a kihívás keresőt be tudnak kapcsolni a munkánkba. Akkor mindenki talál magának való madarat. Így és van. A végén madarat lehet velük fogadni, hogy reméljük, sokáig. Kellemesen érzik magukat. Hát Tibor, köszönjük szépen, már csak egy fontos kérdés, valamelyik évben beszélgettünk arról, hogy mennyire vigyáznunk kell a fecskékre, és ne verjük le a fészkeket. Erre az évre van-e valamilyen fontos üzeneted a nézőknek? Továbbra is az, hogy legyünk türelmesek. Aki kicsit tart attól, hogy a fecskék ürüléke gondot okoz, fecske pelenkával ezt meg lehet oldani. Afrikában is nehéz évük volt a madaraknak, mert elég száraz időszak volt abban a területen, ahol teleltek. Attól félünk, hogy kevesebb madár fog visszatérni, mint általában, és még fontosabb lenne, hogy sikeresen tudjon fiókákat nevelni. Vannak nagyon sok pozitív változást, cégek például fecskefészeket tesznek, hogy náluk is kölcsön ez a madár, sok magánszemély is szívesen bekapcsolódik ebbe, tehát egy kis tolerancia és odafigyelés, és ezeket a csodálatos madarakat a házunkon lehet látni, ezt segíteni kéne, mert most nagyon rászorulnak, hogy adjuk meg a lehetőséget. Egy ilyen nagyon nagy szárazság után, ami most Afrikában, a Szahel-övezetben van, nagyon kevés madár fog visszatérni, és ilyenkor fontos, hogy elegendő fiúkát tudjanak produkálni. Hát így van, tolerancia és odafigyelés, és ezzel nem csak a madarakat, a világot is egy kicsit talán megmenthetjük. Köszönjük szépen még egyszer. Én köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, a Weekend útját a Sóstói Múzeum faluban folytatjuk. Mielőtt szó esne a programokról, nézzük meg, hol tartanak most a felújítási munkák. Mettől meddig tartanak a felújítási munkálatok a múzeumfaluban, és milyen típusú munkálatok zajlanak ilyenkor? A téli időszak az, amikor bezár a múzeumfalu, és látjuk azokat a károkat, rongálásokat, kopásokat, omlásokat, amiket javítanunk kell, és ez az időszak, amikor látjuk a költségvetésünket is arra vonatkozóan, hogy mennyit tudunk erre állozni. Hála Istennek, hogy nagyon sok pénzt tudtunk arra spórolni a tavalyi évben, hogy felújításokra tudjuk ezt költeni. A legköltségesebb dolog az a természetesen a tetőszerkezetek javítása, de látható a múzeumfaluban, hogy mindig pontozzuk a feladatokat. Most a tiszadóbi lakóházunkra volt szükség, hogy teljesen új átfedést kapjon, hiszen a régi az kikopott, elfogyott, az idő vasfoga azért meglátszódott rajta, és a nádasunk az nagyon ügyes, mert észreveszi a pótolandó területeket is, például a tirpák portán is fog javítani, az anarcsi házunkon is javít, tehát kihasználjuk ezt az időszakot arra, hogy a nyitásra legalább a tetőszerkezetek rendbe legyenek. És hát fontos az, hogy a kerti munkákkal is haladjuk, március esélyével visszatértek területőreink, hagyományőreink, akik lelkesen nekikezdtek a kerti munkáknak is, mivel hamarabb van tavasz, hamarabb nyílnak a tavaszi virágok is, nagyon szépen rendbe tudják tenni a kiskerteket, meg a nagyobb kerteket is. Ami fontos még, hogy a vakolatpótlások is szükségesek ilyenkor a területen. Nagyon szelessé vált az időjárás az elmúlt időszakban, rengeteg fa szakadt a tetőinkre, még oromzatokat is rongált meg, ezeket megpróbáljuk vakolni. Segítségünkre van idén a Svitelszki Kft. Is, akik mecenatúrában például most a műhelysornak a tűzfalát javítják, ami nagyon-nagyon omladozott, hiszen északi falról beszélünk. Most feltérképezzük még a múzeumfalut, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok északi falunk rongálódott meg. A vályogvakolat falak azok izgalmasak olyan téren, hogy a leghamarabb kopnak, leghamarabb omlanak, és ezeket idén folyamatosan tesszük rendbe. Körülbelül májusig fog tartani ez a vályogvakolat pótlás, és újra fogjuk messzelni. Ami különleges a múzeumfaluban még, az a iskolánk. Sokan, akik eljöttek hozzánk, az iskolát nagyon szerették volna látni, és csalódás volt számukra, hogy nem tekinthették meg. Ennek nagyon fontos oka volt. Tavalyi folyamán egy fa felmérést végeztünk a lakóházainkkal, illetve az épületeinken, és észrevettük, hogy a korábban már betört gomba, a könnyező gomba újra fertőzötté tette az iskola teljes épületét, és ez egy nagyon különleges gomba olyan tekintetben, hogy azt mondják, hogy rombolják le azt a házat, amelyikbe beköltözik. Sajnos mi
ezt nehezen tudtuk megoldani, pénzre volt szükségünk, hogy ezt ki tudjuk írteni. Ekkor jött segítségünkre a Múzeumi Állomány Védelmi Központ, aki több mint a 60%-át, ez egy 8 millió forint értékű vegyszeres kezelés, 60%-át kiegészítette számunkra, és elkezdődött a gomba írtása, úgyhogy reménység szerint májusba vissza tudjuk állítani az iskolát az eredeti rendeltetésének megfelelően. Apró munkálatokat és nagyobbakat is összevetve a múzeumfalunak körülbelül 15 millió forintba kerül a felújítási munkálatok. Most itt a tetőszerkezetet és ezt a gombaírtást is, hogyha hozzáveszünk, de természetesen a korhadó fákat is például, akár a kutkávákat is ki kell, hogy cseréljük, illetve a kerítéseket is. És hát nagyon nagy szomorúságunkra itt a Felső-Tisza vidékén nem nagyon van mogyoróvesző, ami a kerítéseink pótlására lenne alkalmas, úgyhogy Szlovákiából kellett hoznunk mogyoróvesszőt arra, hogy újra fonjuk a kerítéseinket, hiszen azok is nagyon hamar mennek tönkre. A felújítási munkálatokon kívül terveznek-e idén olyan építési munkálatot, új portabővítést, ami eddig nem volt korábban? Kettő épület került beadásra, interreges pályázatra, amiket nagy vágyunk, hogy megépítsük. A múzeumfalu nincs lezárva. Nagyon sok tervünk van, nagyon sok történetet szeretnénk épületekkel elmesélni, és ha adnak lehetőséget rá, akkor ezt megtesszük. Szeretnénk egy dohánypajtát építeni, amiben bemutatnánk a nyírségi dohánytermesztést, illetve a szabolcsi dohányt, mint fajtát, mint növényt, ami nagyon fontos számunkra, hiszen a megyei értéktárnak a része. Emellett nagyon nagy hiátusa a falunak, hogy nincs egy római katolikus lakóházunk, és mi ezt egy vállai svábházba gondoltuk. Ennek is a tervei elkészültek, és mi már nagyon-nagyon várjuk azt, hogy megépüljön a rendeltetés szerint kijelölt helyére, és bemutathassuk a svábok különleges életét. A rendezett kerteket és az új náddal borított tetőket március 15-én már a látogatók is megcsodálhatják. Ekkor nyitja meg hivatalosan is a szezont a Sóstói Múzeumfalu. Vendégünk Kácsor Ignác Gabriella. Szia! Szerbusz! Jó estét! Hát akkor most már ez azt jelenti, hogy hivatalosan is vége van a télnek. Mindenféle módon bízunk benne, hogy most már a Sóstói Múzeumfalu kapunyitása az egyben a jó időt is garantálja. Hát akkor mesélj, mi mindennel várjátok a látogatókat március 15-én? Hát tulajdonképpen forradalmi hétvégét rendeztünk, bár nyilván a történészek megkérdőjelezhetik azt, hogy hát a falu életében hogyan jelent meg a szabadságharc. Hát gondoltuk, hogy a kasszáinkat nem egyenesítjük ki, és nem játszunk el, vagy mutatunk be egy jeles eseményt. Mi próbáltunk olyan elemeket kiragadni, amelyek kapcsán esetleg a látogatóknak a március 15-e és a Sóstói Múzeumfalu is eszébe jut. 15-16-17-én várunk mindenkit szeretettel. A háttérben mi már valóban készülünk, újra öltöztetjük az épületeket, és szeretnénk a valós pompájában megmutatni ezt a nagyszerű hagyatékot. A huszárok kerülnek március 15-én a forradalom emléknapján a középpontba. A Kisvárdi Huszár Bandérium egy interaktív huszártábort épít föl a Tirpák portán, és azon túl, hogy ügyességi lovas bemutatóval, egyenruhamustrával készülnek, egy picikét betekintést nyerhetünk a huszárok valós hétköznapjaiba, mert hogy ők ilyen emberek, akik szeretik ezt a dolgot is kutatni, és természetesen minden kérdésre válaszolnak. Én azt gondolom, hogy a 9 órai kapunyítás után, amit én szívesen megemlítek, az kettő olyan előadás, ami csak kicsit, de mégis látványosan kapcsolódik a szabadságharchoz. Barsi Csaba
Miskolcról érkezik, táncosként, zenészként és múzeumi munkatársként is ismerhetik. Ő belevetette magát a Pitty Cake tulajdonképpen nagyon látványos dolgaiba, és Pitty Cake kutatóként először egy előadással szeretném megmutatni az érdeklődőknek, hogy mit is jelentett ez. Az nagyon egyszerűnek gondolt gomb a paraszti viseleteken és a paraszt emberek életében. Mit jelent az, hogyha valaki legombolta a Pitty Cake-jét? Mit jelent Pitty Cake tulajdonos lenni, mert hogy most csak úgy begomboljuk a ruhánkat, de a pityke, a formája és annak a mikéntje, tehát hogy hogyan kerül az öltözetre, az bizony nagyon-nagyon beszédes volt, és ezt követően, amikor elméletben megtudhatunk a pitykéről minden nagyon érdekes dolgot, akkor szeretnénk a pitykék pompás parádéjában megmutatni, hogy a férfiak hogyan és milyen módon tudják a saját ruhatárukban fellelhető pitykés öltözeteket, hagyományos öltözeteket a színpadon megmutatni. Szóval akkor ez egy ilyen pitykés divat bemutató lesz, így van, ugye? Pitke őrmester is labdába rúg? Vagy nem, pitke őrmester. Pitykébont, vagy ő nem lesz jelen, de lehet, hogy Csabit kinevezzük pitke őrmesternek, mert akár ezt is megérdemelni. Aztán a kávé kultúra is megjelenik, a kávéházak hangulatát idézitek egy kicsit? Így van, már többszöri alkalommal a Pilvax kávéházat megidézzük tulajdonképpen, hogy hogyan ezt tulajdonképpen most a Tarcali Ösvény projekt segíti. Ők egy kávézó, akik tulajdonképpen azt mondják a történészek mellett, hogy a történelem nem lóháton dőlt el, hanem a kávézókban dőlt el, de hogy hogyan, ezt majd megtudhatjuk tőlük, és hát nyilván igyekszünk ezzel kapcsolatban nagyon finom kávékkal kedveskedni, de ha jól tudom, akkor az a híres neves krampampuli, az is megjelenik majd március 15-én a kocsmában. Állítólagosan márciusi ifjak, és köztük Petőfi is nagyon kedvelte ezt az italt, főként télvíz idején, amikor hűvös van. Hát reméljük, hogy azért az idő kedvez nekünk, és nem csak ezért fogják kóstolni majd a krampampulit. Néztem, olyan 10-11 fok lesz, de hát azért szuper. Valakinek mondjuk a 30 fokban is simán tud krampampulit kóstolni, mert mi nem mínuszra gondolok, hanem pluszra. Nagyon érdekes hangzása van, úgyhogy szerintem sokan lesznek erre is kíváncsiak. És ugye ebben az évben a húsvét az egy kicsit korán, egy mozgó ünnepről van szó, tehát nyakunkon a húsvét mondhatjuk ezt is, tehát hogyha van egy ilyen hosszú hétvége, akkor már akár erre is készülhetünk. Ha jól tudom, akkor lesz egy tojásdíszítő versenyetek? Ezt hogy kell elképzelni? Így van. Szeretnénk tulajdonképpen ezt a nagyon hagyományos és nagyon egyszerű technikát egy kicsikét a hétköznapi ember életébe visszahozni. Tulajdonképpen meghatározunk darabszámokat és két kategóriát. Hagyományos kategóriában azokat a technikákat várjuk, ami a vidékünkre jellemző, a berzselés, a beregi aranyporos technika, a karcolás, és a modern, kicsit kreatívabb, fantáziával bíró lányok, asszonyok pedig bizony abba a kategóriába is kipróbálhatják tudásukat, amikor egy kicsikét a mai elképzelés is rákerül egy-egy tojásra. Természetesen mindenki, akinek kedve van, benevezhet, és mi szeretnénk a benevezett tojásokból egy kiállítást nyitni, éppen úgy, ahogy tettük ezt már a tavalyi esztendőben is, és ezt a kiállítást húsvét vasárnapján szeretnénk megnyitni, amely kapcsán az eredményhirdetésre is sor kerül. A tavalyi esztendőben gyímes középlokról küldték legmesszebbről a tojásokat, hát mindenkit bíztatunk, hogy legyen ebben az esztendőben is ugyanolyan bátor. Szóval vigye el, tehát már úgy érkezzen, vagy ha távol él, akkor küldje el nektek, és aztán izguljon, így van, hogy bekerül-e, de hát nyilván a kiállításon ott lesznek a legszebb darabok. Gabi, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Február 27-én volt 100 éve, hogy megszületett Tomcsányi Pál, sokoldalúságára emlékeztek a Beregi Múzeumban, ahol egy emléktáblát is avattak a tiszteletére.
1728-ban épült maga a kastély, vagy mondhatjuk kúriának is, bár itt ugye Vásárosnaményben és a környékén egy tisztességes kőházat is már kastélynak hívnak az emberek. De maga a kastély a Lónyai család tulajdona volt, ők építették, ugye itt a Vásárosnaményi és Nagylónyai lónyaiakról van szó, akik építették magát a kastélyt, és lányágon öröklődött tulajdonképpen a Tomcsányi család felé, hogy így fejezem ki magamat, hiszen az egyik lónyai leszármazott ment férhez, egy felvidéki nemes emberhez, Tomcsányi Vilmos Pálhoz, és ezért az 1920 utáni időszak alapján nevezik mindenki, aki csak járt erre, vagy csak hallott róla, Tomcsányi kastélynak. 1945-ben államosították az épületet, és mindenféle funkcióval bírt. Ezek közül a legtovább az a funkció bírt, amely évtizedeken keresztül tartott, mégpedig középiskolai kollégiumként működött. Nagyon sokan úgy járnak ide-vissza, látogatók is, hogy egyrészt ugye megnézik a múzeum kiállítását, megcsodálják az épületet, de egyúttal emlékeket elevenítenek föl, hogy amikor ők még itt kollégisták voltak, akkor melyik szobában laktak, és azokat a régi diákcsényeket, illetve az akkori történeteket is megfelelő módon tudják feleleveníteni az egykori kollégisták, de amikor felépült egy modern kollégium Vásárosnaményban, és a diákok kiköltöztek a nevelő tanárokkal együtt, akkor már lehetőség nyílt arra, hogy ez a kastély újra valami reprezentatív funkciót kapjon. Hát néhány évtizednek, egészen pontosan majdnem 20 évnek kellett eltelni, hogy ez valóra is váljon, hiszen nagyon sokáig üresen állt az épület, nem volt éppen dicső látvány itt a város közepén, az úgynevezett kastélydombon, ez a romlásnak indult hajdani szép barokk épület, de 2005-ben megindulhattak a felújítások, és 2007-ben megnyílt újra a kastély, mégpedig az akkor már nagyon régóta működő Beregi Múzeum új állandó kiállításának helyszínéül. A kastély lakói, tehát éppen arról szól, hogy kik lakták itt valamikor ezt az épületet, hogyan nézett ki abban az időben, jelesül a két világháború között a mindennapi élet egy olyan nemesi család életében, mint a Tomcsányiak. Ehhez megfelelő fotóanyag párosul, illetve olyan relikviák, olyan régi tárgyak, amelyek felidézik a valamikori lakók, illetve rokonságuknak az életét. 100 éve éppen ezen a napon született Tomcsányi Pál, Széchenyi díjas mezőgazdász szakember, aki egy hatalmas életművet tudhat maga mögött, aki fiatal korában itt lakott, ő úgy is mondjuk, hogy ő volt a kastély utolsó lakója, hiszen ő ugye 1924-es születésű, tehát már fiatalember volt, amikor az államosítás miatt el kellett hagyni a családnak a kastélyt, illetve a települést is. Tehát ő volt az, aki már az 1980-as években helyi kezdeményezést is felkarolva azon ügyködött, azon munkálkodott, hogy az ősi hajlék, a régi kastély felújításra kerüljön, újra elnyerje a régi pompáját. Elmondhatjuk, hogy neki van egy kutató élete, amelyet számtalan díjjal honoráltak, talán az egyik legnagyobb a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztje a csillaggal, amely ráadásul úgy került ide, hogy amikor ő 2018-ban elhalálozott, akkor végakaratának megfelelően István fia elhozta a múzeumba, és a múzeumnak adományozta ezt a legnagyobb kitüntetést, mint ahogy megtalálhatók itt a régebbi kitüntetései is. A Tomcsányi nevet számomra büszkeség és nagy öröm viselni. Édesapám is és nagyszüleim is megalapozták ennek a hírnevét,
Érdekes, hogy Bereg megyének, vagy Beregi vármegyének a túlsó területén, ami most Kárpátaljához tartozik, és vittünk szállítmányokat, a segélyszállítmányokat, és oda jöttek hozzám, és mondták, ez a Tomcsányi név, ez ott is jól hangzik. Édesapám valóban polihisztor volt, az volt az elmélete, hogy túl nagy a fogyasztás a földön, és el fogjuk fogyasztani a földet, tehát egy ilyen önmérséklésre lenne szükség, és az anyagi javaknak a fogyasztása helyett a szellemi és érzelmi javaknak a fogyasztását kellene előtérbe helyezni, és ezt ő tudományosan elkezdte kigondolni, például jó házasság, vagy egy felemelő templomi istentisztelet, az egy olyan szellemi érték, ami sokszor kárpótolja, vagy helyettesíti a anyagi javakat. Nekem a bátyám is és az öcsém is mezőgazdász lett, én nem. Én kisgyerekkorom óta mindig a kis autókat tologattam, és így végül közlekedésmérnök lettem, de biztos, hogy a tudományos gondolkodás, az, hogy egy témát hogy kell megközelíteni, az biztos, hogy mind a hármunk számára átjött. Hát voltak olyan beszélgetések, amik erre számos alkalmat adtak. Tomcsányi Pali bácsi neve itt van a mindennapokban. Mindig elmondjuk azt, hogy Vásárosnagyban a Bereg szívében úgy próbálunk meg élni, hogy tiszteljük a múltat, ugyanakkor a jövő felé is mutatunk egyfajta irányt. Tomcsányi Pali bácsira, az akadémikusra, a kiemelkedő szakemberre mindenképpen méltósággal emlékezzünk, és emlékszünk is, hiszen tudjuk azt, hogy minden szállal ide kötődött gyermekkorát itt töltötte ezen falak között, és az utolsó lakója volt igazából ennek az épületnek. A Kastély lakói című állandó kiállítás termében február 27-én Tomcsányi Pál születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak a Beregi Múzeum egykori lelkes látogatójának. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Weekend. Ha tudják, hány éve született Tomcsányi Pál, egy páros mozi jegyet nyerhetnek közösségi oldalunkon. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!